Számos virágkülönlegességek találhatók meg a karcagi virágboltokban. Mi az, amit idén kerestek, mi volt az idei trend, ennek jártunk utána. Szalai Zsuzsa mutatja stábunknak, idén mi volt a sláger. A vevőknek a igényeit már eddig ugye felmérve, a megrendelések alapján, az érdeklődésük alapján egyértelműen mutatkozik az, hogy van, aki az olcsóbbat keresi, és ugye, mert vissza a nagymamának, keresztanyúnak, a szülőnek természetesen, és annak megfelelően, tehát ugye vannak ilyen kis kedves beültetések. Igaz, hogy már jó előre elkezdtük a beültetések készítését, a különlegességekkel, kis manóházakban, meg aki a külső ajtóbani, tehát a külső beültetéseket, és már két héttel ezelőtt ugye már erre rákészültünk, és már most azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok elkert belőle. Már az anyák rapjára készülve. Tehát itt ugye keresik az orchidea különlegességeket, ami az asztal középre letehető inkább a kisebbeket, de mégis különleges formában termesztett orchideákat, üvegpuhárban elkészített kis mini orchideákat, ami ugyan kis kedvesség. Van, aki pedig az extra dolgokat igényli. Tehát ugye nyilván ennek is meg kell, hogy feleljünk. De mivel, hogy most a tavasz és a nyár kezdetén vagyunk, így a külső, tehát a kinti növények egyértelműen viszik a prímet, és tehát nem csak lakásdekorációként, hanem számos kültéri virággal külső díszítéseket is keresnek. A pandémia alatt eltérő volt a vevők vásárlási szokása. Ez is egy sokrétű, tehát ez egy nagyon tág fogalom, mert ugye itt a vevőknek a kialakult vásárlói igénye, a technika azért nagyban hozzá segít bennünket. Aki nem tud eljönni kiválasztani, mert éppen külföldön tartózkodik, és az édesanyjának szeretne valamivel kedveskedni, azt ugye akkor kihasználja azt a lehetőséget, amit a bolt tud szolgálni feléje, hogy a csokor kiszállítás címre kiszállítással kedveskedik édesanyjának. Van, aki bejön az üzletbe, szétnéz. Ugye nyilván most ez a üzletben való vásárlás, ugye az arról szól, hogy most azért nagyban hozzá kell alkalmazkodnunk a mostani törvényben lévő szabályokban, hogy a másfél méteres távolságot ugye ugyanúgy meg kell, hogy tartsa a vevő. Tehát ugye itt nálam az max. Egy ilyen 5 főt tud takarni a jelenlegi helyzetben, és de azért ezt igyekszik mindenki betartani. Na most van ez a internetes kiszolgálás, van a előre megrendelések, és amikor már, hogy minél kevesebb időt tudjon itt tölteni a vevő, így a megrendelésért szaladt csak benn. Az idén is eltérő volt az igény a fiatalabbak, a trendi virágköltészetet részesítették előnyben, az idősebbek pedig a klasszikus csokrokat keresték. A virágos szakma nagyban fejlődik, minden ága, tehát úgy a növények minősége, formája, a csomagoló anyagoknak a minősége, színválasztéka, maga az edények, a kerámi edények, tehát az is nagyon-nagyon sokat fejlődött. Egyre elegánsabbak, úgy színben, úgy formában. Vannak nagyon aranyos kis, ilyen kis tasakos szatyorkák, amiben lehet készíteni élővirágot, vagy cserepest is be lehet készíteni, és tehát nagyon-nagyon sok választék van, tehát most már. A karcagiak már anyák napja előtt megkezdték a felkészülést, mondja ez a helyi nő. Az édesanyámat közösen a testvéreimmel mindig virággal köszöntjük, illetve mivel az utóbbi időben már betegeskedik, ezért süteményt sütünk, és meglepjük valami kedvességgel. Tehát most is arra készülünk, hogy összejön a család, és akkor kint az udvaron bográcsozunk, és együtt felköszöntjük az édesanyámat. Ez biztos, hogy nagyon jól esik, ugye 3 gyermeke van, távol élünk egymásról, de ilyenkor mindig összejön a család, ennek ő nagyon-nagyon örül, és mindig beszélünk a régi időkről is, a régi emlékekről. Én szoktam anyukámnak rajzolni, veszünk virágot, és mindig mondok nekik verset. Kiket szoktál még megköszönteni anyák napja alkalmából? A mamámat, a keresztanyukámat és az iskolában is felszoktunk lépni.